Fergeteges tavasz köszöntő koncertet tartott a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar február 28-án a Művészetek Házában. A Pótszékes Ház előtt megtartott előadáson Erkel Ferenc Hunyadi László operájának palotás átiratától brazil dallamokig kalauzolta keresztül a világon a hallgatóságot a zenekar. A jeles alkalmon adta át dr. Friedrich András, a Magyar Fúvós Zenei és Mazsolett Szövetség elnökségi tagja, a szervezet által adományozott nívódíjat. Ez a zenekar, amely fennállása alatt északtól délig, nyugattól keletig szinte minden európai államban járt már, és díjak százait gyűjtötte be, minősítő koncertjei nem voltak kiemelt aranydiploma alatt, és ahogy ma is hallhattuk eddig, a lehető legmagasabb színvonalon műveli a fúvószenét a magyar fúvószenei kultúra örömére és díszére. A Magyar Fúvószenei Szövetség, Fúvószenei és Mazsolett Szövetség elnöksége, elnökségi ülése úgy határozott, hogy a zenekarnak nívódíjat ad át, és ez az én tisztem, hogy ezt a nívódíjat most a zenekarnak átadjam. A díjat Ella Attila, a zenekar vezetője vette át, aki elmondta, hogy idén lengyelországi vendégszereplésre készülnek, jövőre pedig Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából testvérvárosi fúvószenekari fesztivált szeretnének rendezni. A koncert után dr. Gémesi György polgármester is köszöntötte a zenekart, méltatva a város életében betöltött kiemelkedő szerepét.